Hát szeretettel üdvözöllek benneteket a 6. alkalommal, mert hogy február eleje van, és most van a farsang februárban. És ebből az alkalomból egy olyan különleges fákot fogunk készíteni, vagyis fogtok ti készíteni, ami nem egy hagyományos fánk, amit nagymamádék csinálnak, hogy kerek, és akkor a közepébe egy kis lekvár, vagy puding, vagy akármilyen tölteléket lehet beletenni, hanem egy olyan fánkot fogtok készíteni, ami hosszú, mint a ceruzátok, és akkor fahéjas cukorba fogjátok megforgatni, és utána pedig csináltok egy csoki mártást, és akkor abba bele fogjátok mártani a csokiba, a fáknak a végén. És akkor ez lesz a... Na végre csokoládé. Ez lesz a... A... Milyen fánk akkor? Valaki tényleg. Csokis fánk? Fahéjas. Adjatok neki nevet. Ceruzafán. Na hát döntsétek el, hogy mi legyen a neve. Ceruzafán. Például? De szerintem, amikor az alakja kész lesz, akkor is lehet majd nevet adni. De akkor gondolkoztak rajta, hogy akkor... Mi legyen a fánknak a neve? Például. Vörös fán. Nagyon jó. Bagett. Jó? Bagett. Hát a bagett az vastag, az hosszabb, ez azért mondtam hasonló, valamivel lesz vastag, mint a ceruzát, ez is hosszú. Ez egy sűrű tésztát tudtok készíteni, és akkor azt forró olajba ki fogjátok sütni, és akkor még meleg, addig kell megforgatni a cukros fahéjba, és a kakaó, vagy a csokis tejszínes csokoládé mártást fogunk készíteni, és akkor abban szépen belemártjátok, és akkor úgy lehet lenni ezt a fahéjba. Jó? Na, tehát akkor a hozzávalókat leírhatjuk? Hogyne, természetesen. Na, hallgassuk, hozzávalók. Hát a hozzávalók. Hát először is kristálycukor. Én egy három adagra való fogok lediktálni nektek. Jó. Kell hozzá akkor 1,5 kanál kristálycukor. Másfél kanál kristálycukor. Akkor egy veszőt. Másfél, úgy írjad, másfél, hogy jobban fogod tudni, igen. Akkor kell hozzá 2,5 deci, vagyis 25 milliliter. Jó, 2,5 deciliter. Meleg víz, vagyis víz, de hát úgyis meg fogjuk melegíteni. 2,5 deciliter víz, akkor, lassabban egy víz. Akkor teszünk hozzá egy csipet sót. Igen, mert minden édes dologba kell beletenni. Egy kis sót, ugyanúgy a tejbe, grízbe is teszünk sót. Egy csipet só. 2,5 deciliter víz volt. Lemaradtatok? Csipet só. Én nem. Jó, akkor átveszük előről, tehát akkor volt először volt a másfél kanál. Kristálycukor. Másfél kanál. Így van. Először. Így van. Mivel? Egy üres tányér hozzájön, légy szíves, honnan tudod. És akkor ebéd van alatt, akkor tessék kimérni ebbe az edénybe a recept szerint azt a mennyiségű cukrot, amit ki van írva. Na most, hogyha mennyi egy kanál, most van kúpos kanál, csapott kanál, egy kanál az így egyenes. Igaz?
akkor azt tudni kell, hogy... Jó, kitetett vele. Meg teszel még egy fél fanállat. És a következő? 2,5 deciliter. Most akkor ez... Ez itt van a mértékegység. Igaz? Ez... Ez fél liter. Nem? Ez nem fél liter? De ez pont fél liter. Nem pontosan, de... De hát, de, ha leteszem, akkor annyi lesz. Na, akkor az azt jelenti, hogy ez dupla mennyiségűhöz lesz elegendő. És akkor az azt jelenti, hogy ha most két adagot csinálunk, igaz? Akkor még teszel hozzá ugyanennyi cukrot. Ne legyen olyan kukos, mert akkor nagyon édes lesz. Még egy picit. Kész. És akkor most hozzáöntjük a két adagnak való vizet. Igaz? Akkor megtörténik a víz. Akkor... Csipet só. Egy csipet só. Hát ez kevés. Még tegyél. Igen, még tegyél bele. Még mindig tegyél bele, mert a te csipet ez kevés. Jó, kész. Akkor megvan a só is. Na, akkor hozok két olajat, jó? Gyertek ide és öntsétek a négy evőkanál cukor olajat, segítsetek. Négy bátra, ne félj tőle, ne lőttél meg a másikat. Jó, ne mozdíts el az üveget, hanem már fogd borítod bele. Jó, még kettő kell. Ahhoz, hogy egy adag legyen, igaz? Vagyis még... Bátrabban. Még. Négy, és akkor még mostanak többi lányok is még négyet, mert hogy akkor két adagról van, szóval akkor nyolcat kell beletenni, igaz? Még négyet kell. Jó. Kettőt. A flakon nem az nincs el, hanem csak ezt tudni lenten, és ötvenni a kövek. És akkor ezt most felteszünk. 13. Ezt most elteszik, megfőzik. Igaz? Mert itt csak az alapanyagok vannak leírva. Elteszik, megfőzik. Ide írjátok utána. Most ezek a folyékony anyagok. Ezek úgy nevezik a nedves anyagok. A nedves anyagokat, ezeket most elteszik főzni. De szépen felfőzünk is, ott a dátum, itt van a liszt. 26 dekagram kell összesen. És látom, ide rá van írva, hogy BL 55-ös, ezt nevezik finom lisztnek. Tessék, mérjetek ki. Nem is nézi annyira, de ezt használjátok általában. Várj egy picit. Most úgy kapcsoltuk be a mérleget, hogy a mérleg a tányérral együtt nullán van. Mert hogyha leveszem, akkor látunk mínuszutat. És akkor most ez nullán van, és akkor innentől kell beletenni a két adagnak való megfelelő lisztet, ami 26 dekát kell rátenni. Most szép lassan... Úgy nevezik, hogy hitelesítettük. Mehet bátran, mert... Mennyi nyugodtan, mert a 26 dekadra még kicsit... Majdnem, hogy tele fog lenni az a tárgy. És akkor hol tartunk már? Most vagyunk egy adagnál. Bátrabban öntsed, bátrabban, ne félj tőle. Ne félj tőle. Most van 20. Még 4 dekát kell hozzá. Tényleg?
Nem baj, fogsz egy kanalat, bácsi. Fogsz egy kanalat. Itt van, és csak itt a kanalán. Az itt a kanalat. Nem, de ugye. Most el. Megfigyelj. És vissza kell rakni a mezőt. 60. Azért jó túl jó. Megvan a lisztünk. Mi a következő? Addig kérdésünk fel a különbözőt. És akkor... Mindjárt egy edényben biztos össze kell kavarnunk. Mindjárt. Most akkor azért mondtam, hogy ha folyékony anyagok, akkor megvannak, igaz? Benne van a cukor, a só, az olaj, és akkor ezt most felfőzzük, és utána bele fogjuk tenni a lisztet, és ezt szép gyakorosan el kell kavarni. Jó? Most nézzétek, fő a liszt, vagy a víz. Na most ezt leveszem, és akkor azért akarom csinálni, hogy gyorsan haladjunk ebben, jó? És akkor ezt mostan összekavarjuk ezt a lisztet az alapanyagokkal, ami felfőztünk. És akkor ez szépen így össze fog így állni. Tessék, csak kavarjátok, lányok, úgy is kell hűteni. Az olajban nagyon vigyázni. Nos? Igen. Hát, és akkor ilyen lett a fánknak az alapja. Látom? És ezt meg is kóstolták a lányok. Most ezt bele fogjuk tenni ebbe a zsákba. Beletesszük ebbe a kis zsákba. Ezt így kell, hogy a kezetekre húzzátok. Ki akarja ezt csinálni? Hát én megpróbálom. Na, akkor meg gyere. Én is. Gyere. Balkezes vagy jobbkezes vagy? Jobbkezes vagyok. Na, akkor erre a kezedre így ráhúzod, így megfordulsz, így ráhúzod ide a kezedre, igaz? Igen. Így. És akkor látod, itt kialakult egy zaskesz a hüvelykujjadat, így fektesd el, így, hogy így legyen. És akkor hozunk ide egy olyan kanalat, amivel valamelyik kislány megkérjük, hogy segítsen belerakni neked. De úgy álljál már, hogy látom? És akkor ennek le kell oda alulra menni. Tessék, forduljál így, hogy lehessen látni. És akkor oda szépen úgy bele az acskóba. És akkor szépen megy lefele, látom? Még egy picit tegyél bele. Nem kell sokat. Ez a kis zsák. Ne jegy, mert nem fog kiesni belőle. Ebbe szépen fogjuk. Műanyag zacskó. És ebbe az olajba ki fogjuk sütni. Jó. Jó? Mennyire meleg az olaj, jó? Látom? Én megpróbálom nyomni a zsákból, jó? És akkor tik meg szépen majd elvágjátok olyan hosszúra, amilyen akarjátok, jó? Na. Akkor vágod? Vágjad, mert meleg. Gyorsan, azaz, látod? Na most, hogyha lassan csináld, akkor nem lesz egyenes olyan, mint a ceruzád, mert ez a műanyag a melegtől elolvad. Ezt már vághatod is, vágjad, azaz. De egy határozott fordulattal, legyen lesz először. Ez már megsült. Ez volt a minta. Jól néztünk.
azért akarom szétszedni, hogy ne süljenek együtt. Ez fáj. Igen, és ez a fáj. Látom? Spagetti fánk, én már kitaláltam a nevét. Vághatod, azaz. És akkor ezt már ki is vesszük. Nem, menjünk a kérdés. Ez már megsült. Ez a műanyag zacskó, ez a olajnak a elárambló meleg hatására kinyúlt. Vághatod. Nem akarom, hogy összeragadjon a másikkal. Van még egy neve, iskolás fán. Van, milyen nevet akartok meg, igaz? Kinyúlt a alkon, eljön a zacskó. Azt akartam, csak tudom. Jó fán. Gyorsabban vágjad, jó? Csak ne húzd rá, mindig a másik radé kellett tudod mindig kivenni. Csak ne elvedek ki. Mázzal az olajt, vagy csak ne tudod rendezni. Látom. Mehet. De látom, mindig ráhúzod a másik. Akkor cserélj, a másik. És össze. Igen. A szedünk össze. És van, akkor négyen egyszerre, de jó, semmi baj. Rajta van a fahéjasztukor, most pedig rátettük a csokoládét, vagy belemártunk a csokoládéba. És akkor lényegében ez lett a farsangnál a ceruzafánk, vagy milyen fánk lesz a neve, gyereki? Találjátok ki? Hozzá egy kis csokit. Ez egy kis csokit. Látom, és akkor így fog kérni. Jaj, jó, Aliszki. Jó, Aliszki.
csak egy kis víz kellene, te rád a... De mit? Hát honnan megyünk víz? Nem mindig. Most megjátod meg. Azt a még egy kicsit éget. Itt helyén azt hagyom az lelát. De fogjad a törjéket. Próbáld ők önálló lenni, jó? Ezeket is cukorba fogjok. Hát is. Valami eset. Visszük tálalni. Hozzatok ide fehér lapos tányért, a legnagyobbat, és akkor... Egyet. Hát látom, hogy most már sűrűsödött a... Vigyázz újra a kezedre. És akkor így ide teszünk egy csokit. Ezt elrontjuk a csokit? Tessék, ezt vigyétek el. Ezt megkezdtem. Fogja légy szívesen. Lehet, én vagyok a húzó. Jó. Ki túlt annyira? Egy borot. Mit? Vagy egy bogyót. Egy bogyót. Egy bors. Hát akkor azt az én már a szív. Na, lányok, akkor... Nem, ez... Mindjárt ez leül, beletesszük... Megfagyadtam. Ha még most egy kis különleges édességet készítettek, és egy különleges kenyér is készült a mai alkalommal. Először beszéljünk egy picit az édességről. Mi is volt ez? Hát először is egy farsang alkalmából a szalagos fánk, a hagyományos fánk, a lekváros fánk az a hagyomány. És mivel, hogy majdnem minden családban vagy üzletben ilyenkor csak ezeket a fánkokat lehet kapni, és akkor egy olyan fánkot készítettünk, amit lényegében a gyerekek előre elnevezték, mert beszéltünk róla, ceruza fánknak, és akkor ez víz, liszt, olaj, só, cukor van benne, és nincs benne tojás, meg egyéb, meg nem kell keleszteni, szóval kézi munkát nem kell vele készíteni. És beletettük egy habzsákba, és akkor forró olajba ezt beletettük, és akkor mikor ezt ott kisült, utána pedig egy cukros fahéjba megforgattuk, és akkor csináltunk egy kis kakaós csokis mártást, és akkor abban mártogatták volna a gyerekek, és így fogyasztották el. És ez lett a farsangi fánk, ami a ceruza farsangi fánk lett a neve. És akkor beszéljünk egy picit arról a szendvicsről, amit azért még volt, aki együtt a kettőt, volt, aki külön-külön fogyasztotta, de azon is egy különlegességként próbáltak egy kis ötletességet fölvinni a sonkával és a paprikával, viszont maga a kenyér volt egy számunkra is eddig még ismeretlen ízesítésű kenyér. Miből készült ez? Maga a kenyér az egy hagyományos kenyér, csak egy 20%-os szöllőmaglisztet tettünk bele, ami nagy C-vitamin tartalommal, sok antioxidánsokkal van tele, meg nyomelemekkel, és lényegében egy szép vörös szöllő mag színű kenyér jött létre, amit meg is lehet nézni, bemutatni, és akkor a gyerekek erre szép hófehér vajat tettek, és akkor sonkát szeleteltünk rá, egy kis piros Kalifornia paprikát, és akkor lett egy különleges szendvics. Itt volt, akinek ízlet volt, akinek nem, tehát megosztottak a vélemények, de mint különlegességként mindenki megkóstolta. Hát igen, már felnőttekkel is többször megkóstoltam, eddig még mindenkinek tetszett. Most megpróbálom majd kukoricából is hasonlót készíteni.
most elkészült egy hosszantartó kutatás után egy különleges kukoricaliszt, és a legközelebb pedig azt fogjuk bemutatni. Akkor reméljük, hogy ezt is meg fogjuk postolni, viszont erről a szőlőmagról egy picit beszéljünk, tehát hogy kell ezt elképzelni, ezt nem itt sajtolta, hanem ezt úgy tudom, hogy egy másik intézménytől kapta, és itt kipróbálásra hozták el önnek ezt. Igen, egy magániskolának van egy olyan csodálatos telephelye, ahol a szőlőmagból kipréselik az olajat. És ott a kipréselt szőlőmagból egy alapanyag jön létre, és abból az alapanyagból azt mondtam, hogy csináljunk egy kis lisztet. És akkor azt a péküzemben megszárítottuk, utána azt leőröltük, mivel hogy ez nagyon kemény, megőröltük, és akkor ebből lett egy finom puha liszt, egy lényegében egy 80-as lisztnek megfelelő, úgynevezett a BL80-as lisztnek megfelelő liszt készült, és akkor 20%-ot tettünk a hagyományos liszthez, meg 15%-ot tettünk a teljes kiöllésű liszthez, és akkor így alakult ki, meg kovásszal készült, és akkor így alakult ki ez a szőlőmag lisztes kegyér, amit mint érdekességként is meg is lehet próbálni akár ki, hogyha felkeres, szívesen bemutatom neki. Reméljük, hogy akkor még több ilyen különlegességről is be fogunk számolni, akkor várjuk a márciusi séfecskei foglalkozást, ahol ismét különlegességeket fogunk kóstolni, és hát bemutatni. Igen, hát megpróbáljuk, és nagyon köszönöm. Mi is köszönjük.